A kurultáj szó az altáji nyelvekben törzsi gyűlést jelent. Ez a kifejezés a sztyeppei lovasnomád kultúrák szinte mindegyikében megtalálható. A magyar törzsek is tartottak ilyen gyűléseket, amelyek fontos szerepet játszottak a közösség életében. Már a kurultáj magyar törzsi gyűlés a magyarság és egyben egész Európa legnagyobb hagyományőrző rendezvényévé nőtte ki magát. Két évente több mint 100 Kárpát-medencei magyar hagyományőrző és civil szervezet részvételével valósul meg. Ilyenkor több száz lovas és több ezer gyalogos ölt föl korhű ruhát, és repít vissza bennünket az időben. A Magyar Turán Alapítvány a kurultája párhuzamosan életre hívta az Ősök Napját is, amely idén minden eddigi látogatói rekordot megdöntött. Bíró András Zsolt antropológus, a rendezvény szervező alapítvány elnöke azt mondja, fontos volt, hogy ilyen sokan büszkén emlékezzenek azokra az ősökre, akik ezt a hazát megszerezték és felvirágoztatták. A Ősök Napja a magyar összefogásnak az egyik legnagyobb hagyományőrző ünnepe. Egyrészt azt üzenjük a világnak, hogy a történelem formáló nagy őseinkre büszkén emlékezünk, és az ünnep azoknak az őseinknek állít emléket, amelyekről talán kevés olyan megemlékezés van a Kárpát-hazában, akiknek köszönhetjük valójában ezt a hazát. Bugacon most is egymás mellett sorakoztak a jurták, némelyik előtt hatalmas sorok is kialakultak. Olyan sok volt az érdeklődő. A kézművesek portékáikat kínálták, a nagy sátor pedig a botthúzás miatt telt meg vasárnap. Itt rendezte ugyanis a HSM, a Magyar Erősember Sportszövetség, a női és férfi abszolút bajnokságot. A versenyre az év eddigi eredménye alapján csak a legjobbak kerülhettek be. Szeretnénk megköszönni Bíró Andrásnak, hogy ilyen pozitívan állt az ötletünkhöz, amikor megkeressük azzal, hogy itt lehessen ez a jakut sportág a botthúzásnak az országos abszolút döntője. Mindenben maximális támogatást kaptunk, és hát egy szenzációs versenyt tudhattunk magunk után, fantasztikus közönséggel, és azt gondolom, hogy ennél jobb helyre nem is kerülhetett volna az idei év legnagyobb magyar versenye. Az izgalmas mérkőzéseken a döntőben a mosonszolnoki Lakman Mirtil visszavágott Dávid Vanessának a múlt héten elszenvedett vereségért, míg a férfiaknál a világbajnoki bronzérmes Juhász Dobinik újra bizonyította, amióta elnyerte a VB címet, azóta idehaza nem lehet őt legyőzni.